Járványhelyzet az élet számos területén felgyorsított olyan folyamatokat, amelyek eddig nem, vagy csak lassan haladtak. Ilyen a KKV-szektor és a digitalizáció témaköre is. Mint kiderült, a szektor digitális érettségi szintje nagyon alacsony. Erre kínál megoldást az EKKV képzés, amelyről most Fábián Gergellyel beszélgetünk. Hogy jutottak erre a következtetésre, hogy nem elég képzettek a KKV-vezetők digitálisan? Azt látjuk számos nemzetközi felmérés tanulmány alapján, hogy a hazai kis- és középvállalati szektor le van maradva digitalizáltságban, le van maradva termelékenységben, itt egy jelentős tartalék van, és nyilván ahhoz, hogy ezt a tartalékot kiaknázzák, ehhez képzésre van szükségük, szemléletmódváltásra, és mi ebben kívánunk segíteni. Kiknek szól ez, kik a célcsoportja elsősorban? Igazából, ha tágértelemben nézzük, akkor minden kis- és középvállalkozásnak, minden olyan fiatalnak is, aki vállalkozni akar határon belül vagy határon túl, tehát egy nagyon széles közönségnek. Ha kicsit szűkítenénk a kört, akkor minden olyan vállalkozónak, aki valamilyen szinten változtatni akar. Ez a változtatás jöhet abból, mert innoválni szeretne, jöhet abból, mert digitalizálni szeretne, vagy jöhet abból, mert éppenséggel generációváltás előn néz, kiöregedett a vállalkozásból, nyugdíjas évei elé néz, és átadná a következő generációnak a vállalkozást. Ezek azok a pontok a növekedésben, a változásban, amik fontosak. Ehhez még hozzájött az is, hogy lehetnek olyan vállalkozások, és remélhetőleg minél több olyan vállalkozás, aki nemzetközi piacra lépne. Ehhez külön módot készítettünk a nemzetközi piacra lépésre. Az EKKV célja, hogy segítse a hazai vállalkozásokat a digitális térben való komfortos életre, úgy, hogy a program teljesen online és modulárisan épül fel. Melyek azok a fő pontok, amelyek mentén halad ez a képzés? Három fő pontot identifikáltunk, egyébként ez nagyjából mindenhol a szakirodalomba kijön, hogy mi ez a három fontos pont. Az egyik a generációváltás, ha megnézzük, itt több tízezer olyan vállalkozásról beszélünk, közel minden ötödik vállalkozásról, ahol a legfiatalabb tulajdonos 60 év fölött elmúlt már 60 éves, ők generációváltás elé néznek, ez egy probléma, és ha megnézzük a nyugati országokat, ahol ugye nem volt szocializmus, így több generációváltás már megvalósult, ott azért lehangoló a kép, általában kettő olyan generációváltás volt, ami sikerült, és a vállalkozás fent tudta tartani a működését a eredeti formájában. Ez az első pont. A második pont az üzleti innováció, ez egy kitörési pont nyilván ebben a gazdasági környezetben, hogy a vállalkozások képesek legyenek innoválni, és az innovációt meg tudják valósítani. A harmadik pedig természetesen a digitalizáció, ami ebben a környezetben, Covid környezetben, egyáltalán már Covid előtt is egy kiemelt téma és egy óriási lehetőség a vállalkozások számára, és ehhez jöttek kiegészítő témák. Felismertük azt, hogy nem elég arról beszélni csak, hogy mi az a digitalizáció, mi az az innováció. Milyen témakörökben fejleszthetik magukat például akkor a fiatalok? Gyakorlatilag a problémakörökön megy keresztül, digitalizáció, generációváltás, HR kihívások és agilis transformáció, ami segíti azt, hogy a digitalizációt véghez tudják vinni, belső és külső kommunikáció, változásmenedzsment, nemzetközi piacokra lépés, üzleti innováció. Esetleg külföldi példák alapján végzik ennek a fejlesztését? Ami egy inspiráló külföldi példa volt, kettő is volt, az egyik a svéd példa, a svédeknél pontosan az inspirált minket, hogy felismerik, hogy nem elég csak a fejlesztést támogatni, hanem a fejlesztéshez még szükséges a továbbképzés is. Gyakorlatilag abból adódik a felmérés, hogy nem elég egy 3D-s nyomtatót odaadni egy vállalkozónak, hogy akkor kezd vele valamit és azt támogatni, hanem adnak hozzá támogatást is, hogy meg is tanuljon halászni. Nem csak a horgászbotot kapja meg. Hamarosan megjelenik majd egy új modul a finanszírozásról, amelyben Fábián Gergely személyesen is részt vett. Azon kívül egy vállalkozásnak segít abban, egyáltalán beruházni szeretne, vagy az exportpiacokra akarjon lépni, az milyen finanszírozást tudja segíteni, és azért ez az elmúlt karrierem során jött példákból, anekdotikus információk, beszélgetésekből jöttem arra rá, hogy erre szükség is van. Tehát azon kívül, hogy ez benne lesz, azon kívül gyakorlatilag egy pénzügyi tervezés segítő komoly tartalom is lesz benne. Tehát ez alapján egy adott esetben egy vállalkozó ezt végigcsinálja, akkor meg tud csinálni egy komplett pénzügyi tervet, ami segíti abban, hogy forráshoz jusson.